Jó estét kívánok! Hát reméljük, hogy mindenki sikeresen abszolválta a karácsonyt. Elfogyott a begli, a töltött káposzta, a mézes kalács, de mondjuk ha maradt, az se baj, vegyék elő, és közben nézzék a napírét, mert hogy ahhoz képest, hogy évvége van, nagyon sok és fontos friss hírünk van, ezeket fogjuk szokás szerint ma is megbeszélni, ezúttal Horváth Csabával, Gyöngyösi Mártonnal és Pulai Andrással. Köszönöm, hogy a begli kómából, hogyha volt, akkor ide találtak a stúdióba, és akkor kezdjük is azzal, hogy hát ugye mindenki ilyenkor várja a karácsonyi ajándékot, és hát a fideszes városokhoz érkezett elég komoly karácsonyi ajándék. December 24-én derült ki a Magyar Közlönyben, hogy amit egyik ugye sokan csak pedzegettek, hogy iparűzési adóból kevés pénz fog befolyni, azt valahogy kompenzálja majd a kormány. Na, kiderült, hogy ez a valóság, és nem csak erre költött az év végén sokat a kormányra, hanem másra is. Mutatjuk, hogy még mire. 2020-ban, amikor világjárvány van, tényleg ezek voltak a legfontosabb dolgok most? Ezt kérdezte Majka a Facebook oldalán. A zenész rapper, aki nem régen esett át egy súlyos koronavírus fertőzésen, azt nehezményezte, hogy a kormány 3 milliárd forintot ad a 6 éve átadott Grupama Arena felújítására, és 430 milliót utal a Vasas stadion üzemeltetésére. Közben a Népszava arról ír, hogy évvégén a kormány 860 milliárd forintot osztott szét egyéb célokra. A lap szerint a NER politikai hátországának megerősítése volt az elsődleges cél. A támogatások között több 10 milliárdos egyházi és alapítványi, valamint 100 milliárdos sporttámogatások szerepelnek. A megyei jogú városok közül elsősorban a kormánypárti vezetésűek jutottak forrásokhoz. A Népszava becslése szerint az államháztartás hiánya ezzel meghaladhatja a 4000 milliárd forintot, miközben a költségvetési törvényben csak 367 milliárd forintot engedélyeztek. A lap megjegyzi, ilyen mértékű hiány túllépése még soha nem volt példa. Miért így, és miért ezekre költött a kormány? Azért december 24-én, amikor tényleg semmi hír nincsen, ez nagyon bejárta a sajtót, és nagyon látványos. Ez nem túl bonyolult. Ez az önkormányzati adó vagy sarc, amiről beszéltünk pont itt még karácsony előtt néhány nappal, ami arról szólt, hogy az iparűzési adót a kormány nagyvonalon elengedi a 4 milliárd alatti vállalkozásoknál. A nagyvonalúságot idézőjelbe tettem, mert hogy ez nem az államhoz befolyó adó típus, hanem kimondottan az önkormányzatok ebből finanszírozzák a közfeladataikat. Tehát ebből van közvilágítás, ebből épít járdát, utat, ebből fizeti többek között az óvónők, a bölcsődei dolgozók bérét, ebből újítja fel ezeket az ingatlanokat. Tehát amit az önkormányzatok területén lát a polgár, például az uglói, azt döntően ebből a pénzből készítjük. Na most ennek a feléről lemondott, ez olyan, mint hogyha mi itt ketten azt mondanánk, hogy jó, hát akkor legyen az áfa holnaptól 1%, és mi nagyon nagy vonalak vagyunk, már csak kell egy marha, aki ezt végrehajtja. És akkor is azt mondtuk, hogy ez a pénz, ami nagyjából Budapesten olyan 50 milliárd környékén valami kiesik, Zugló esetében ez olyan 1,5-2 milliárd lehet a teteje, még számoljuk, mert még azért pontos adat nem áll rendelkezésre. Tehát az eddigi, tehát illetve ez most már nem sokára, már ez az év vége lesz, tehát 2020-ban 5 milliárd forint veszteséget szenvedett az Zugló önkormányzata. Ahhoz képest, hogy arról tárgyalnánk a kormánnyal ilyen karácsonyi hangulatba, hogy hogyan kompenzálja az állami adóbevételekből az önkormányzatok nagy kieséseit, ő arról beszél, hogy okoz egy nagy lyukat minden önkormányzaton, majd a fideszes önkormányzatoknak és a listában csak fideszes önkormányzat kapott működési támogatást, ott elkezdi őket visszakompenzálni. Ezt mondtuk el, hogy ez fog történni, és hát annyira kiszámítható Orbán Viktor, hogy ezt őszintén szóval igen, papírra vett is érdemes. A működési támogatás is fontos volt. Most még egyszer meg tudjuk mutatni ezt a hosszú listát, és ugye ott volt egy-egy ellenzéki önkormányzat, csak ugye az a különbség, hogy ott pántlikázott támogatások voltak, igen, ami nem költhető másra, tehát hogyha megnézik mondjuk a miskolci támogatást, ott kiderül, hogy a miskolctapolcai fürdő üzemeltetésére lehet csak költeni azt a 700 millió forintot, vagy mondjuk Salgótarjánban városüzemeltetésre. Egyedül Érden, egyelő Érden Egerben az Egri várfejlesztésére. Nem biztos, hogy az a legfontosabb feladat így járvány idején. Igen, és Érdnél látok egy kötelező önkormányzati feladatbiztosítást, ami azt jelenti, ez a klasszikus önhiki, tehát az önhibáján kívül
feladatot el nem látni képes önkormányzat. Tehát amikor már annyira alulfinanszírozott egy önkormányzat, hogy normatívából nem kapja meg azt az összeget az államtól, ami a kötelező feladatai ellátására van, akkor kell egy kiegészítő mechanizmus működtetni, tehát abból kap, tehát azért az nem oda tartozó. Az összes többi az igen, és ott mindegyik város az gyakorlatilag kormánypárti. Ez nem egy öngól? Mert hogy nagyon nyilvánvalóvá teszi a politikai szándékot. Hát ugye talán az egésznek az időzítése a legérdekesebb, ugye általában a bicskanyitogató intézkedéseket, vagy az uborka szezon kellős közepén szokták meghozni, vagy pedig december 24-én, vagy valahogy ugye a két ünnep közé időzítve, amikor az emberek mással vannak elfoglalva. Itt is én úgy látom, hogy ez a december 24-i időzítés, ez alapvetően ezt a célt szolgálja. Az embereknek ilyenkor a legkisebb bajuk is nagyobb annál, mint hogy milyen intézkedéseket hoz a kormányzat. Lehetett egyébként azt látni, mert itt van az önkormányzati ügyeknek felkentebb képviselője itt ezen a beszélgetésen, de akkor már, amikor az önkormányzatokat elkezdte teljesen kiüresíteni a kormányzat, és az önkormányzatiságot alapvetően felszámolni, már akkor lehetett látni azt, hogy ennek nagyjából ez lesz a következménye. Tehát az, hogy hogyan lehet az önkormányzatokat alapvetően hát, hogy mondjam, kijátszani egymás ellen, és az ellenzéki városokat büntetni, a fideszeseket pedig jutalmazni így módon. Tehát ez alapvetően nem meglepő, ennek is alapvetően az a tanulsága, hogy 2022-ben az országgyűlési választásokat kell megnyerni, és alapvetően az önkormányzatiságot visszaállítani. Amikor arról beszélünk, hogy önkormányzatiság, akkor szerintem a nézők döntő többsége számára ez nem biztos egy megfogható dolog. De hogyha ennek az a következménye, hogy nem tudom, az a járda nem lesz megcsinálva, vagy ahová kéne egy járda, oda nem kerül járda, és nem tudom, nincs elég pénzt temetet szedni, vagy valamilyen közszolgáltatás tényleg nem működik jól, akkor már megérzi a választ, hogy miről van szó? Igen, tehát az, hogy önmagában az önkormányzatiság az nem nagyon érdekli a választ, mert nem is igazán tudják az emberek, hogy ez pontosan micsoda. Addig, ameddig minden jól megy az adott városban, településen, kerületben, akárhol. Abban a pillanatban, amikor nem megy jól, abban a pillanatban ezt nem szépen megérzi. És igen, a kérdés jogos, hogyha itt tesszük fel, akkor már ezt az emberek észre fogják venni, de valójában ez egyben a válasz is arra a kérdésre, hogy ez valójában miért nem volt öngól, vagy potenciálisan miért nem öngól. Egyrészt ugye egy ilyen belgi mámoros időszakban lőtte be a kormányzat ezt az éterből, amikor az emberek kevésbé követik a híreket, mint máskor. Persze hírcsend van, tehát ez nyilván ennek ellenszól. Másrésztről pedig most ez el fog menni egy nap alatt, mindenki kidühöngi magát, hogy hát igen, az következett be, amit vártunk, hogy be fog következni, igen, büntetni fogja az ellenzék önkormányzatokat, meg megdicsérni, megsimogatni a kormánypártiakat néhány milliárd forinttal. Aztán szépen elül, majd amikor ennek le kell aratni a babérjait, és majd ezt kommunikálni kell heteken, hónapon keresztül helyben, ott viszont a sikereket le lehet aratni, és nem biztos, hogy az ellenzéki polgármesterek sokra mennek azzal, hogy mutogatnak a kormányra, hogy ti viszont minket engem szivattok. Viszont én határozottan azt gondolom, hogy ez már a 2022-es választásokra történő felkészülés jegyében született ez a döntés. Egyrészt mutatják azt, hogy bizony, hát tudjuk mi ezeket az önkormányzatokat szivatni, hogyha igazán akarjuk, és nem csak ígérjük, hanem meg is tesszük, úgyhogy tudjátok, drága feleim, hogy hova kell szivatni. Ez a győztes irány, a vesztes irányból pedig ugye az van, hogy hát akkor viszik a pénzt a haveroknak, és az utolsó pénzeket osztogatják ki addig, ameddig még lehet. Kicsit árnyalnám, tehát van ennek egy közjogi megközelítése, hogy az önkormányzatok helyett kormány hivatalokat akarnak. Tehát az önkormányzat... Hát az ispánságot visszaállítja, a tanácsrendszer. A kormány hivatal lenne az önkormányzat helyett, és ennek a közvetlen következmény, hogy persze kátyusabb lesz a járda, meg anya neve 8 példányban űrlapokon kell majd közlekedni a kormányhivatal felé, tehát nem lehet úgy, hogy az adott tisztségviselőt, politikusokat, helyi képviselőket fölhívom telefonon, mert egy jó önkormányzatban a választópolgárok ismerik a helyi képviselőnek a telefonszámát, tehát közvetlenül tudnak hozzáfordulni, nem kell nagyon bonyolult adminisztrációt befutniuk, hogyha valahol kidőlt egy fa, és azt el kellene távolítani. Tehát ez a fajta közvetlenség megszűnik. De van egy másik dimenzió, ami szerintem azért egy politikai kockázatot is jelent. Értem, hogy csak a vidék számít a következő választási kampányba, de azért abban nagyjából 3,5 milliónyi lakosságú városcsoportban, amit Szabad Városok Szövetségének hívunk,
azért lakik legalább 1,3 millió fideszes is. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy öngól, mert nem csak a budapesti ellenzéki szavazóknak, meg a szegedieknek, meg a pécsieknek üzen ezzel a kormány, hogy le vagytok ti magasról, teszek rátok, hanem a fideszeseknek is ugyanúgy tesz a fejükre. És a fideszesek Budapesten ugyancsak benne vannak abban a napi 20 milliárd forint adóban, amit mindig el szoktam mondani, hogy ez a mi adó teljesítményünk, ők ugyanúgy nem kapják vissza az ellenértékét. Tehát én azt gondolom, hogy azért az 5-10% szavazóról, amiről az elemzők beszélnek, hogy nagyjából ennyit annyi próbál mind a két a tábor megszerezni a másiktól, nagyon is fontos. Ennek a hírnek volt egy másik nagyon érdekes része, ami ugye azzal kezdődött, hogy Majka is nagyon kiakadt ezen a költekezésen, amiben most a városokat emeltük ki, de azért jutott itt stadionokra, meg felújításokra, meg egyetemfejlesztésre, szóval sok mindenre. Most, ha valaki a nézőink közül esetleg Majka elérésével nem lenne tisztában, most megnéztem, hogy 630 ezer követője van, és ezt az egy posztot 6000-en lájkolták, 420-an osztották meg, és 1100 hozzászólás született ma délután 5:30 nagyjából. Na most ez egy nyilván nagyon más világ, ahová egy ilyen politikai töltetű poszt berobbant. Ez várható lesz, hogy ezek az intézkedések eljutnak olyan közösségekhez is, ahol alapvetően azért az ember azt gondolja, hogy nem a politika a fő. Legutóbb pont itt beszélgettünk néhány hete, amikor legutoljára itt voltam, George Clooney volt az a közszereplő, aki nemzetközi és egyébként a magyar kormány bármely tagjánál népszerűbb és hitelesebb szereplője ennek a világnak. Hát ez a helyzet, és ehhez képest az a normális, hogy megszólalnak a magyarok is, a magyar közszereplők, a magyar hírességek, és nem egyedül van Majka. Jó, de ez veszélyes-e a kormányra nézve, és profitál-e belőle az ellenzék? Ezek direkt módon nagyon nehezen lekövethető dolgok, hogyha most Majka szólt kettőt, akkor az ellenzéknek növekszik a támogatottsága két ponttal. Nyilván azért ez nem így működik, de szerintem ez mutat valamit, ez mutatja a NER-nek az erjedését, mutatja azt, hogy most már nem az van, hogy mindenki fél a NER-től, hogy nem fog tudni majd ilyen lehetőséghez, meg olyan lehetőséghez jutni. Egyre többen mernek megszólni. Ez azt jelenti, hogy az ellenzék erősödik, a Fidesznek ez a központi erőtere, amit kialakított, ez gyengül. Én azt látom, hogy valójában ezek a szereplők is, mint a Majka, meg a többi művész, meg aki ilyen néha politizál, de egyébként mondjuk nem ez a fő témája, de nyilván a kifejezés módjának az egyik eszköztára tud lenni, hogyha mondjuk politikailag ismer nyilvánul. Ők szépen elkezdenek ehhez a rendszerhez, meg ehhez a rezsimhez lazában viszonyulni, és szerintem ez a lényeg, hogy ezt a típusú feszességet, amit a NER felépített és fegyelmet, ezt szerintem elkezdi oldani, és egyre többen kezdenek úgy gondolkodni, hogy hogyha már ő is ezt mondja, akkor érdemes megfontolni. Hogyha ő is azt mondja, hogy azok hülyeséget csinálnak, akkor lehet, hogy hülyeséget csinál. Hogyha is azt mondja, hogy ők másikak, meg jót csinálnak, akkor lehet, hogy ezek nem is a hülyék, amiről korábban azt mondták. Igen, ezt akartam kérdezni, és mindjárt átadom a szót, csak mert hogy érdekes volt, hogy tényleg itt a követők elkezdtek politizálni gyakorlatilag a poszt alatt, és hogy csak egy példa, volt egy olyan komment, amiben egy férj posztolta a feleségének a szülés utáni reggeliét az egyik magyar kórház szülészeti osztályán, egy zsemle és egy ekkora margarin, és a férj odaírta, hogy a tányér egyébként a miénk. Szóval, hogy igen, annyira nem vicces. Én örültem volna, hogyha ennél jobb reggelit kapok szülés után, de hogy szóval, hogy igen, tehát ez elindít egy valamilyen nagyobb fajta tudatosságot talán az emberekben, nem? Hát ez talán egy ilyen jelzés, hogy a társadalom azért előbb vagy utóbb megszólal olyan kérdésekben, amikben korábban is lehetett volna, meg illett volna. Tehát én nem tudom, hogy Majka hol volt az elmúlt 10 évben, mert nagyjából ugyanez ment Pepitában. De ezt is kérdezik. Fel lehet ébredni, meg jobb későn, mint soha. És nem nagyon fontos az, hogyha már olyan emberek, akiknek egyébként ugye a rendszerhez azért, tehát hogy mondjam, egzisztenciálisan kötődnek, meg azért nem hiszem, hogy azok az emberek, akik most sorba szólalnak meg, nekik van veszíteni valójuk. És ugye egy társadalomnak azért a polgárosodási szintjét az mutatja, hogy felemelik a szavukat akkor is, amikor valaki mást ér az atrocitás, vagy valaki mást ér hátrány, és amikor az engem már egzisztenciálisan is érinthet, de kinyitom a számot, mert az igazság az sokkal fontosabb, mint igen, az, hogy igen, most éppen, de azért szkeptikus vagyok, hogy majd az igazság oldalán szólt-e fel, ebben legalábbis az ő saját motivációja az volt-e. Én simán lehet, hogy azt gondolom, hogy ő csak azért szólalt fel, mert most már elkezdett oldódni ez a függése a NER-től, és így egy fokkal bátrabban fog beszélni, és nyilván
minél távolabb van valaki a NERV-től, úgy egzisztenciálisabb, mint ideológiák, az minél hamarabb, annál hamarabb fog megszólalni, és minél közelebb van tőle, mind egzisztenciálisabb, mint bármilyen másokból, az meg annál később van. Nyilván Markának van önálló jogon felépített saját image, saját bevétel, tehát ő nem függ annyira a NERV-től, amúgy is ő valami mindig is ilyen ellenzéki beállítottságú figura volt, tehát tőle ez valamennyire várható volt, de hogy mégis ő, hogy ezt ilyen hagymaszerűen nézzük, akkor ennek a hagymának a NERV-hez való közelséget, akkor a hagymának azért külső szeret, nagyon a külső rétegén van, és még azért még sokkal bentebb is vannak olyanok, akikre egyébként az ennek szüksége lesz akkor, hogyha nyernek a 22-ben. Azt hiszem, ezt kimaxoltuk. Igen, de a következő. És tovább lépünk. Mert hogy azt mondta Pula Indrás, ez egy nagyon jó mérés, ami a kicsi sem elfogult a publikus legfrissebb méréséről. Viszont az tény, hogy nagyon sokan és sok helyen kutatták, hogy a Szájer botrány milyen hatással volt a Fideszre, és hogy ennek milyen megítélése van úgy általában a politikát figyelők és a Fidesz táborában. És az derült ki, most kihagyjuk a bejátszót, hogy azért tudjunk erről a remek mérésről beszélni, hogy az emberek 64%-a egyetértett azzal, hogy a Szájer ügy rávilágított arra, hogy a kormánypártok által hirdetett értékrend csak a szavazók meggyőzését szolgálja, valójában nem ezt tartják fontosnak, hanem a hatalom megtartását. És ami ennél is talán fontosabb, hogy 40%-a a fideszeseknek azt tartja dühítőnek, hogy Szájer az életvitelével szembe ment mindazzal, amit a pártja hirdetett a családról, a heteroszexualitásról és a kábítószer használatról. És 57% pedig azon, hogy összességében vállalhatatlan azt, amit Szájer tett. A Fidesz szavazók 57%-a, míg az ellenzéki szavazóknak a 86%-a. És ebből mi következik? Mert hogy mindenki azt mondja, hogy a Fidesz nem szokott visszakozni, hanem csak még inkább akkor ezzel rámegy előre, és ugyanabba az irányba. Hát ugye a Fidesz már akkor visszakozott, amikor Szájert leszette, és ugye az a mínusz egyedik percben volt, amikor a közülemény tudomást szerzett volna erről a történetről. Nyilván ők is felmérték, hogy ez óriási károkat tud okozni, és elkezdték minimalizálni a károkat azzal, hogy időnek előtte leszették a Szájert. Na jó, alaptörvénymódosítás, értékrendbeli, életmódbeli kérdésekben. Ráadásul van még egy, bocsánat, mert pont az látszott a kormányzati kommunikációból egy olyan 2-3 hónapja folyamatosan, hogy arra akarják az ellenzékkel szembeni politikájukat, kampányukat építeni, hogy mi mindenki a gyerekekből valami mást akarunk nevelni. Tehát ez volt a kommunikáció. Most nem akarom kimondani, mesekönyvita, stb. És ehhez képest kiderült, hogy pont ezen a mesdjén, amire ő azt gondolta, hogy megépítik a 2022-es győzelmüket, hogy majd ők védik meg morálisan, erkölcsileg a magyar társadalmat az üléstől, kiderült, hogy a legnagyobb zűlés az pont a legbelsőbb rétegen van. Ha a hagyma hasonlattal élek, akkor a legbelsőbb pontján a hagymának. Ez így van, ez nagyon jó hasonlít, és ez szerintem önmagán túlmutató probléma a Fidesz számára, mert hogy azért látszott, hogy a Fidesz keresi azokat a témákat, amelyek keresztül válnak a politikai szekértáborokon, és az ő álláspontjuk irányába billennek, ilyen például a melegeknek, meg a melegeknek megítélés, meg a homoszexualitáshoz való viszony. És úgy tűnik, hogy hát ezt a lehetőséget mondjuk, hogyha Szájer József elvette a 22-es kampánytól a Fidesztől. Jó, akkor legyen az, hogy ezzel a témával folytatjuk, és megpróbáljuk megfejteni, hogy mik lehetnek még azok a témák, amik a 22-es kampányban fontosak lesznek, és hogy ebben a kampányban lesz-e külföldi beavatkozás, mert hogy többen ezt vizionálják, például Kövér László is, a reklám után folytatjuk. Folytatjuk a naphírét, köszönjük a figyelmüket, itt vagyunk a változatlan vendégsorral, Horváth Csabával, Gyöngyösi Mártonnal és Pulai Andrással, és ott hagytuk abba az előző rész végén, hogy a publikus megmérte azt, hogy a Szájer ügyről mi volt a véleménye úgy általában az embereknek, de ami különösen érdekes, hogy a fideszeseknek, és döntő többségében az emberek azt mondták, hogy itt a legfőbb gond az volt, hogy hát nem volt párhuzamban a hirdetett értékrend azzal, amit láttak, és a fideszesek 40%-a is gyakorlatilag ezt mondta, hogy szembe ment az életvitelével a politikus azzal, amit a pártja hirdetett, és ugye azt kérdeztem, hogy ez a Fidesz politikájában előidézhet-e változást, és ugye kiderült, hogy a publikus ezt is mérte. Engem az érdekelne, hogy a Fidesz mit nem? Hogy a fideszesek mit gondolnak, hogy ebben kell-e változás?
Így van, kérdeztük, elmondom a teljes lakosságot, aztán a fideszeseket is. A teljes lakosságnak a kétharmada mondta azt, hogy ez már igényli azt, hogy kicsikét máshogy álljanak hozzá a homoszexualitáshoz, illetve a családfogalmához. A fideszesek viszont egyharmaduk mondta azt, hogy fog ebben valamiféle változás bekövetkezni. Ez a teljes lakosság. A fidesz szavazóknak ehhez képest enyhe kisebbséget, 40-valahány százalék mondta azt, hogy hát ez az érdekem, szükségeltetni azt, hogy valamiféle változás következzen be. 14% mondta azt, hogy érdemben be fog következni ezzel kapcsolatban a változás. Ezt osztják a többiek is, hogy alapvetően akkor nem lesz. Hát ezt gondolják a választók. Igen, de szerintem a Fidesz vezetése, a politikai vezetése nem ezt fogja gondolni. Igen, de hogyha a választók ezt gondolják, akkor a Fidesz vezetésének érdemes, nem akarok, de egyikünk sem akar társat adni. Még 200 milliárdot, és megpróbál meggyőzni azt a maradék elhajlót, hogy az a helyes, amit ők csinálnak. Meglássuk be, tehát a migrációs válság óta ugye ez egyenes vonalon van felépítve ez a fajta kommunikáció. Tehát küzdünk a migrációval szemben, Soros Györggyel szemben, aki egy liberális családmodellt akar ránk erőltetni, meg sok-sok migránst, és ezzel szemben a mi válaszunk meg az, hogy egy kis könyvdarálás, egy kis LMBTQ, egy kis alkotmánymódosítás. Tehát ez az egész így föl van építve, és ebből nagyon nehéz szerintem fideszes politika csinálók fejével gondolkodva kiszállni. Hát a nehézségi erő viszi őket ebben előre, és azért ez nagyon nehéz korrigálni ezt a menetet, ami így van, és egyetértek, hogy ez szisztematikusan fel van építve, de ugye mégis azt mutatják ezek a számok, hogy ez bizony ez a sztori megbicsaklott, és szerintem ez annál mélyebb történet, hogy ezt 200 millió forinttal ki lehessen... 200, bocsánat, az határeset. A migránsokról meggyőzte az országot 200 milliárdot. Hát kb. Annyi, igen. Nyilván jó, 200 milliárdal lehet, hogy ezt ki lehet küszöbölni, de mondjuk 200 millióval biztosan nem lehet ezt ki küszöbölni. Bocsánat, egy kutatási jellegű kérdésem lenne, mert ugye a városokat elengedte, és csak a falvakban akar, és a kisebb településen akar győzni. Ha ez a bizonyos változást igénylők és akarók döntő többségben a városokban laknak, akkor lehet, hogy pont abban a csoportban, ami most az ő politikájuk szerint nem számít, mert hogy úgysem ővelük akarnak nyerni. És akkor már megvan oldva a képlet. Szerencsére most nem kell gyorsan 1500 embert megkérdeznem, mert már megtörtént, és tudom mondani azt, hogy igen, a városokban élnek inkább azok az emberek, akik eképpen gondolkodnak, és a falvakban élnek kevésbé ezek az emberek. És igen, én is azt gondolom, hogy nem is csak a falvakban, de mondjuk a kisebb településeken szeretné Fidesz megnyerni a következő választást, de azért azt nem gondolom, hogy az elég lenne, és azt is tudom, hogy a falvakban, illetve kis településeken élőknek a közül mindenki azt gondolná ebben a kérdésben, amit a Fidesz gondol, mert nem gondolja azt. És a bizonytalanok, ez kevés lesz. Mert őket kihagytuk. Tehát, hogy mindig nagyon, a fideszesekre kérdezünk, és a bizonytalanok mit gondolnak. Ez nagyon erről fontos kérdés, és most különösen érdekes, az még pedig azért, mert a Fidesz szavazók, bocsánat, a bizonytalan szavazók az ellenzéki szavazókkal mozognak együtt. Néhány százalékponttal le vannak maradva tőlük általában a dolgokban, tehát pár százalékpont eltéréssel, de az ellenzéki szavazókkal mozognak együtt. Az átlagok azért is, tehát az összesen sor, az is tolódik el annyira az ellenzéki irányba, mert a bizonytalan szavazók együtt mennek a... Na jó, de akkor a Fidesznek egy olyan rejtvényt kéne megfejtenie, amiben nagyon konzervatív módon politizál a törzs szavazójához, genderügyekben, életmódkérdésekben, de ha bizonytalanokat akar megszerezni, akkor ott viszont tesz engedményeket, ezt lehet megugrani. És szerintem ezért nem lehet megugrani, ezért csúszott el a 22-es témák közül, ahogy említettem, ez az életmód kérdés, LMBTQ melegcsalád viszony kérdés, mert abban a pillanatban, amint felcsavarja a hangerőt, abban a pillanatban jönni fog valaki, és így mutogatni fog, mint Móriczka, hogy ha-ha, Szájer József. És hogy Borkai, meg hogy Kaletta, meg nem tudom micsoda, és hogy tehát tudom mondjam, ezzel nem lehet felvenni, 200 milliárd forinttal lehet, hogy fel lehet venni a versenyt, de mondjuk egy kicsivel kevesebb pénzzel nem lehet felvenni a versenyt, mert ez annyira egyszerű, annyira olcsó, és annyira mindenki tud róla, hát 95% a vászlatnak ismeri a Tövérőhegyi a szájügyet. Tehát, hogy ez... Igen, de nem ma kezdték, tehát ezt Márton is mondta, hogy nem ma kezdték ezt a típusú kommunikációt, tehát ha erőltetik, folytatják, és elnyomják az összes többi csatornát, amit persze nagyon nehéz mai világban, akkor ugye, gondolhatják, hogy bejön. Ugye, de ugye most már ezért egy fokkal nehezebb. Ugye egyrészt szerintem a közösségi médiának a szerepe az sokkal fontosabb lesz. 0. másodperc alatt be fog ugrani valamelyik mém, bármelyik ilyen, nem tudom, pesti tévéses, viccelődős videó alá. És meg kell próbálni lecsavarni a Facebookot is. Nyilván erre is meg kell kapcsolni. Nyilván erre is lesznek meg kísérletek. És igen, azért mondom. Ők lesznek azok a külföldi befolyásolók, hogy áttehessen a következő témára. Így van, mert hogy ezzel folytatjuk még mindig a 2022-es választás és a kampánya témánk, de ugye az elmúlt napokban többen pedzegetik azt, hogy micsoda külföldi erők fognak megmozdulni azért, hogy beleszóljanak a magyar választási küzdelmekbe. Például Kövér László is erről beszélt Bajár Zsolt műsorában. Most mutatjuk, hogy mit mondott erről.
mindent, a szószoros értelmében mindent, meg még azon túl is, amit el tudunk képzelni, el fognak követni annak érdekében, hogy ezt a kormányt megbuktassák. Kövér László szerint nem lesz sétagalop a 2022-es választás. Ráadásul az amerikai elnök választás megmutatja, hogy ez már háború, szó sincs demokratikus küzdelemről. Arra kell fölkészülni, hogy úgy Brüsszelből, mint a tengeren túlról óriási erők fognak megmozdulni a következő másfél esztendőben, hogy a magyar választások eredményét kívülről illegitim módon manipulálva a nekik megfelelő irányba vigyék. No, és ennek a gondolatsornak van egy előzménye, mert hogy Török Gáborral beszélgettem a december 25-én az egyenes beszédben, és ő is azt mondta, hogy szerinte a 2014-es választások utáni helyzet fordulhat elő, ugye amikor az amerikai kitiltási botrány bekövetkezett, és hát eléggé komoly hatása volt a magyar belpolitikára, és úgy fogalmazott, hogy amit az amerikai kollégáktól hallok, hogy hogyan alakul az új kabinet felkészülése, arról próbálnak győzködni, hogy annál is rosszabbra számítsunk, mint amire számítunk, már hogy például Amerika részéről. Tehát akkor azt akarod mondani, hogy Török Gábor és Kövér László összebeszéltek? Semmiképp. Csak hogy vannak ilyen vélemények, mi szerint a külföld beleszólhat, vagy legalábbis lehetnek olyan információk, amik befolyásolnak. Ugye ez is egy régi Fidesz taktika, tehát hitelteleníteni kell az ellenfelünket, ugye ezt már eljátszották 101-szer, tehát ez a Fidesznél egy jó bevált módszer, hogy mielőtt kijön a Magyarországról szóló országjelentés, amit mi már tudjuk, hogy negatív, akkor előtte Vera Jurovát hitelteleníteni kell. Most mi lesz? Jön egy baromi nehéz év, jön egy kőkemény választási küzdelem, ráadásul egy egyesült ellenzékkel, és akkor utána ezt el kell kezdeni magyarázni, hogy hát itt pucs készül, itt elcsalják a választásokat. Jó, de ez nem a veresének a beárazása? Nem a potenciális veresének a beárazása? Akár az is. Jó, választjuk ketté. Lehetnek ilyen külföldről származó információk, amik tényleg fontosak, és az ellenzéknek jól jöhet? Hát alapvetően azt tisztázzuk, hogyha egy ideális világban élnénk, akkor mindegy, hogy egy politikus hol teszi el a lopott pénzét, ha például amerikai tudomásra jut, akkor ezek publikussá válnak, tehát egy ideális világban élnénk. Mivel nem élünk ideális világban, egy adott országtól függ, hogy azt publikussá teszi, vagy nem teszi publikussá. Kaddafinál publikussá tették, megbukott, a pénzt visszaszedték, stb. Én nem gondolnám egyébként, hogy Magyarországon a demokratikus változás az egy külföldi befolyásolásra történhetne meg. Azért megérett itt a hangulat, ha már Kövér László háborút emleget, konkrétan az egy háború, amit Orbán Viktor kormánya az önkormányzatok ellen folytat. Ha leegyszerűsítjük, akkor amit az emberek ellen folytat, amit a saját polgárai ellen folytat. Tehát ha háború, akkor háború van. De ezt most előre beárasztatni ezzel, hogy ja, majd biztos el akarják csalni a választásot. A legszánalmasabb az volt 2002-ben, amikor a választás éjszakáján már Orbán Viktor arról kezdett beszélni, hogy hogyan csalta el az akkor még ellenzéki pozícióban lévő MSZP-SZDSZ a választást. Tehát hogyan tudja elcsalni egy ellenzéki formáció a választást, amikor minden hatalmi ágat, minden ellenőrző funkciót a kormány gyakorol. Egyébként ez egy egyszerű beárazás és felmentés, felmentettem előre magamat, hogyha úgy alakul, hogy veszíteni fogok, véleményem szerint veszíteni fog, gondolja ő magáról, a Fidesz is gondolja magáról, hogy szerinte veszíteni fogok, akkor már a választópolgárok ne faroljanak le rólam, valamennyien azért maradjanak vele. Ezért gondolom, és ezért tettem fel azt a kérdést, hogy vajon ez már a veszteségnek, hogy a vereség, vagy a potenciális vereségnek a beárazása, mert hogy az beszéli így, aki azt gondolja, hogy hopp, ezt elfogom veszteni, és akkor valamivel meg kell indokolnom azt, hogy azt, hogy elfogom veszteni, de egyébként annyiban szerintem Kövér Lászlónak lehet, hogy mégis igaza van. Minden megfogyott a levegő. Megfogyott a levegő a stúdióban, hogy hát nagyon sokan fognak külföldről szavazni, tehát a külföldi befolyás az nem gondolt szerintem. Ugorjunk fél pont, nem? De az a fajta politika, amit folytatnak, tehát ez a folyamatos elszigetelődése Magyarországnak, és a folyamatos konfliktus keresés a világban, tehát ha valaki egy választások előtt Trump mellett leteszi a voksot, és ráadásul bebeszólogat a demokrata elnök jelöltnek, az ne csodálkozom azon, hogyha demokrata elnöknek majd nem a legjobb barátjaként fog kijönni ebből a meccsből. Tehát, amit Horváth Csaba mondott, játszunk el a gondolattal, hogy kiderül valakiről valami nagyon kompromittáló dolog, egy bankszámla, vagy hát manapság ez annyira nem bírik, vagy mondjuk. Egy fotó, vagy nem tudom. Mennyiben számít, hogyha ez külföldi forrásból derül ki,
minthogyha, nem tudom, az ördög ügyvédje 2.0 újra életre kell, és magyar oldalon, magyar forrásból. De nyilván az zsarolható, a... vagy nem zsarolható? Igen, de nyilván az M1, meg a TV2 azt fogja mondani, hogy ezek az információk koholt hamisítványok. Akkor is, hogyha egyébként itt lesz az asztalunkon, feketén-fehéren, vagy akár színesbe, a bizonyíték közjegyzői okirattal alátámasztva. A Fidesz kommunikációs gépezete tagadni fog, mert ez a politikai krédójuk egyelőre. Ettől függetlenül azok a bűncselekmények nyilván megtörténtek, amiről az amerikaiak, a kínaiak, sok esetben a magyar hatóságok is tudnak, csak egyelőre nem kerültek ki a napfényre. Ugye a Szájer-jel kapcsolatban feltettük azt a kérdést, hogy visszacsatoljuk az előzőre, hogy gondolják-e azt, hogy külföldi szolgálatoknak a befolyásoló akciója volt ez, és a Fidesz szavazóknak a 80-valahány százaléka azt gondolja, hogy ez bizony annak is közel lehet hozzá. Ellenzéki szavazók is egyébként elég sokan gondolják, ez összességében 50 plusz felett van ez az arány. De ugye tehát összességében valójában csak az zsarolhat, azt lehet zsarolni, aki zsarolható. És azt lehet olyan helyzetbe hozni, hogy kényelmetlen helyzetbe hozni mondjuk bankszámlákkal, bármivel, akinek vannak ilyenjei. Mert hogy ugye magától ment oda, aztán az, hogy ez kiderült. Igen, az már más időn, tehát lehet, hogy ott volt valami, lehet, hogy nem volt valami, azt nem tudjuk. Szóval, hogyha megvan rá a lehetőség, akkor lehet, hogy valaki majd a megfelelő pillanatban, ha az érdekei úgy kívánják, akkor élni fog vele. Mutatjuk a napkérdésének a végeredményét, mert hogy ez volt ma a kérdés önökhöz, hogy mit gondolnak arról, hogy lesz-e külföldi befolyásolási szándék a 2022-es magyar választások kapcsán, és 17% gondol csak erre a mi nézőink közül, és 83% mondja azt, hogy ez nem valószínű. A mai adásban még annyira nem beszéltünk a járványról, de hát természetesen ez ma sem maradhat ki. Mutatjuk Facebook posztját Karácsony Gergely főpolgármesternek, mert hogy nyilvánosságra hozott egy olyan adatot, ami megdöbbentő, és hát ugye nagyon sokat beszélünk arról, hogy nem világosak az adatok, amiket látunk magyar forrásokból, európai forrásokból sokkal több mindent látni. Az ő Facebook posztjában azt láthatjuk, hogy a többlethalálozás megyénként 2020-ban hogy nézett ki a 2016-os és 2019-es átlaghoz képest, és itt majd azt fogják látni, hogy ez az adat például Budapesten sokkal jobb, megyénként nagyon eltérő, vannak megyék, ahol a járványtetőzésekor csak nem kétszer annyian haltak meg, itt az végső oszlopokat nézik, mondjuk Győr-Moson, Sopron megyét, vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. Miért nem látunk ilyen egyértelmű adatokat? Ezek ugye... És a kormányzati kommunikáció fontos szerepe, hogy Budapesten kétszer annyi a megbetegedés és halálozás, és ez nem igaz. Hát sőt, ugye az is látszik, hogy lakosság arányosan kevesebb ez a szám, különösen az országos átlaghoz képest, ugye ez egész pontosan a fele. És ugye amit az ábra nem mutat, és ugye ez a múlt héten került a nyilvánosságra, hogy van még egy aggasztó jelenség, az, hogy a kormány által közölt halálozási számoknak csak a felét magyarázza a halálozási növekmény, tehát nem tudjuk, hogy a másik körülbelül 5000 ember az pontosan miért halt meg az országban. Azt most már tudjuk, hogy hol, ugye ezt is az Európai Uniónak köszönhetjük, de az, hogy miért, az csak ezen embereknek a fele esetében tudjuk, és ez a kettő együtt aztán különösen aggasztó. Arról nem is beszélve, hogy ugye december 21-én jött ki egy másik adatsor, miszerint az 1 millió főre vetített halálozások száma legmagasabb Európában, ami azért egy elég döbbenetes. Kétszer akkora, mint Ausztriában, ami a minta. Ilyen szempontból akkor Orbán Viktor a siker kritériumát a védekezésnek elég rosszul lőtte be, amikor azt mondta, hogy a halálozás. Ausztriához képest mindenképp megbukott. Hát nem csak Ausztriához képest. A tennivalókhoz képest is. Nem csak Ausztriához képest, ugye ez a legmagasabb szám az Európai Unióban, és egyébként a világon is sajnálatos módon az élmezőnyben van. De hát ugye Ausztriában valószínűleg nem ingyenes parkolásra harcolnak a vakcina ellen, hanem időben hanem időben meghozott döntésekkel, és nem az önkormányzattól veszik a pénzt, hanem az önkormányzatnak adják a pénzt, azoknak az önkormányzatok, akik egyébként a frontvonalban vannak. Ugyanebben az időben, amikor Orbán elvont 100 milliárdos nagyságrendben a magyar önkormányzatoktól, ugyanabban az időben Kurz, az osztrák kancellár bejelentette, hogy először 1 milliárdot, azóta már 2,5 milliárd eurót fog szétosztani az önkormányzatok között, egy picivel kisebb országban hasonló feladatokban. Ausztria labor, de nem minden tekintetben. Már ugye bejöttek egy történelmi pillanat, amikor ez életekbe kerül, és nem is kevés életbe. Itt még folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm szépen a részvételt, önöknek a figyelmet. Nézzék most a híradót, aztán Rónai Egonnal az Egyenes beszédet. Szép estét.